Várod már a nyugdíjat? Vágod már a centit, hogy elérkezzen végre a jól megérdemelt pihenés, amikor nem csinálsz egész nap semmit. Vagy éppen kimész a tóra pecázni, vagy játszol az unokákkal, isteni lesz. Én nem vagyok szakember, de egyre több helyen olvastam már azt, hogy a mi generációnknak sajnos meg kell elégednie majd a fizetésének a 40%-ával nyugdíj gyanánt. Ugyanis egy nem jut több, mert azok, akik befizetik a nyugdíjunkat, az aktív keresők egyre kevesebben vannak, másrészt meg a társadalom előregszik, tehát egyre több a nyugdíjas, akinek fizetni kell. És nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon szégyelném, hogyha gyerekeimre szorulnék öregkoromra. De van itt valami más is. Azt is megfigyelték, és a szakemberek meg is erősítik ezt, hogy az idős emberek, amikor nyugdíjba mennek, nagyon sokszor elveszítik a talajt a lábuk alól. Egyszerűen úgy érzik, hogy nekik már semmi hasznuk nincsen, csak púp mindenkinek a hátán, és mivel mentálisan meggyengülnek, és a fizikai állapotunkat befolyásolja a mentális állapotunk, elindulnak a lejtőn fizikailag is. Hogy meséljek el valamit a nagyapámról? Az akarat erejével kapcsolatban csak annyit, hogy fiatal korában egyszer elkártyázta egy heti fizetését, és akkor megfogadta magának, hogy ő többet nem vesz kártyát a kezébe. És úgy képzeld el, hogy ezt annyira szigorúan betartotta, hogy még velünk gyerekekkel se ült le fekete péterezni vagy sablecsacsizni, mert az is kártya, és nem veszi a kezébe. Tehát ő ennyire erős volt mentálisan, de mégis én már emlékszem rá, amikor nyugdíjba ment, az öreg nem találta a helyét. A nagy kert nem adott neki elég elfoglaltságot, pedig ott még a fűszálak is vigyázban álltak. Képzeld el, hogy képes volt egy olyan 50 méter hosszú léckerítést a telek határa csinálni úgy, hogy rönkfát hosszába kézifűréssel felszeletelt deszkává, és aztán ezeket a deszkákat megint hosszába elvagdosta olyan 5 centis lécekké. 50 méteres léckerítéshez. De sajnos ez sem segített rajta igazán, mert nem sok időt töltött nyugdíjban, egyszerűen elfogyott, mint a hold, és meghalt. Hadd mondjak valamit. Én azt gondolom, hogy amikor 2011-ben elkezdtem a hálózatépítéssel foglalkozni, én effektíven meghosszabbítottam az életemet. Egyrészt azt a 40%-os nyugdíjat nyugodtan kenjék a hajukra, most sem szorulok már rá, de mire nyugdíjba megyek, meg még kevésbé fogok rászorulni. Másrészt pedig úgy érzem, hogy a mindennapjaimnak megvan az értelme, hogy jót teszek azokkal az emberekkel, akiknek a termékeket be tudom mutatni. Másrészt meg segítek azoknak, akik csatlakoztak hozzám, hogy a saját hálózatukat felépítsék. És harmadrészt, de ezt csak súgva tudom mondani, gyere! Arról nem is beszélve, hogy ezek a termékek mit csinálnak az egészségemmel. Akkor most azt mondd meg, hogy mi a franc karikáért ne építsek én hálózatot? Mit csináljak? Csináljak helyette léckerítést? Ha nem akarsz lemaradni a további videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Tarts velem, és váltsunk kasztot együtt!